2016. szeptember 6-án délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Gazda Élet. Jó napot kívánok, Sármán Sibocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Marosszentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Julimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk, és korábban elhangzott műsorainkból csemegézünk. Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban. Röviden mai műsorunk kínálatából. A kertészkedésből teremti elő a mindennapit a Backamadarasi Szőcs Antal kertészmérnök. Vele beszélgetünk. Minden évben valamit vásárolunk, valamilyen gépet. A zöldségtermesztésben kevesebb gépre van szükségünk, több kézi munkaerőre, de a nagy kultúrában csak gépesítve lehet dolgozni. Az 1995-ös széltörés még mindig érezteti hatását a kápolnásfalusi közbirtokosságnál. György István elnököt kérdezzük. Ezért 334 hektár erdőnk van, és 1220 hektár legelünk. Majd a szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A jó házi kolbásznak nincsen párja, a fogyasztókat az sem érdekli, hogy rákkeltő készítménynek titulálják. Dékány Ferenc, gyulai kolbász király válaszol kérdéseinkre. Én gyerekkorom óta fogyasztottam kolbászt, 81 évet betöltöttem. Ha ez rákkeltő lenne, akkor én már réges-régen rákba elhúntam volna. A homorodalmási Sándor Kálmánt a kényszer vitte rá a sajtkészítésre, de ma már vállalkozása sikertörténetnek is mondható. A sajtkészítés az 5 éve történik, kényszer vitt rá, miután egy évi tejpénzünkkel tartozott a feldolgozó. A szalmaszál újszerű felhasználásával nagy sikert aratott, szalmaképeket készít az erdőszentgyörgyi Tamási Pál Katalin. Hamarosan őt hallhatják. Tájképben az az egész, hogy egy picit nehéz elkészíteni, nehéz kihozni belőle a látványt. Állatokat, meg virágokat, csendéleteket. Most az újabb termékeim ezek a hüttőmágnesek, amik érdekességek. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Veszedelem hagyta, rám néz maga lampom. Ég a csuda szemed is, hogy bánik velem, meg kell tőle kapajodnom. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább. Jaj, de megszerettem muncot mosolyát. Zöld a petrezselyem kész, a veszedelem most már bajba, ha nem jó jár. Eddig ellenálltam, nem bírom tovább. Jaj, de megszerettem muncot mosolyát, zöld a petrezselyem kész, a veszedelem most már bajban, ha nem jó jár. Zöld a petrezselyem bánt, a nagy szerelem, jól tudom már mi a sorsom. Lesz nagy sokadalom, fényes lakodalom, hogyha rá az igent mondom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy életem, megházasodom. Mindegy, egyetlen nem más, sem pusztult bele, nékem is csak meg kell szoknom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervusz gyöngy
életem megházasodom. Mindegy, egyetlenem más, se pusztul bele nékem is, csak nekem szopnom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervus gyöngy életem megházasodom. Mindegy, egyetlenem más, se pusztul bele nékem is, csak nekem szopnom. Szép a legény élet, mégis feladom, szervus gyöngy életem megházasodom. Mindegy, egyetlenem más, se pusztul bele nékem is, csak nekem szopnom. Szőcs Antal vagyok, Backa Madarasi mezőgazdász, kertész. Foglalkozom nagy kultúrával is, kertészkedéssel is, meg állattenyésztéssel is. Majdnem mindennel, ami a mezőgazdasághoz tartozik. Ugye az Európa Unió meg mindenki arra biztat, hogy hát amit csinálunk, azt nagyba csináljuk, meg nagy területeken, de mi itt főleg Erdélybe egy picit még többfélék vagyunk, több ágazattal foglalkozunk, és úgy gondoljuk, hogy ez biztosítja a megélhetést. Mekkora területen gazdálkodik? Jelen pillanatban 70 hektáron gazdálkodok, ebből 2 hektár körül van zöldség, van egy kis szőlős, és a többi nagy kultúra. Backa Madarasi viszonylatban ez nagy terület? Igazából a nagyokhoz számít. Van egy kollégám, akinek egy pár hektárral több van, és utána meg én következek. Gondolom, hogy minden mezőgazdasági gépe megvan, hogyha ekkora területen kell gazdálkodni. Igen, igyekeztünk beszerezni a gépeket, felújítani a parkot. Minden évben valamit vásárolunk, valamilyen gépet. Az zöldségtermesztésben kevesebb gépre van szükségünk, több kézi munkaerőre, de a nagy kultúrában csak gépesítve lehet dolgozni. A család bírja ezt a sok kézi munkát? Vagy ha szezon van, akkor lehet találni embert, aki besegítsen? Lehet találni embert is, de szerencsére 2 legény fiam van, meg a feleségem is a zöldségtermesztésbe, tehát nagyon jól tudjuk csinálni. Az utóbbi időben úgy néz ki, hogy engem már tudnak nélkülözni is. Akkor ön jön a szaktudással, mert végzett kertészmérnök. Ez így igaz, meg a kisebbik fiam, ő is végzett nyárát Szeredában egy továbbképző iskolát. Na most ugye azt tudjuk, hogy a fiatalok mennyit tanulnak, mennyit tudnak, na de a gyakorlat az teszi mesterre az embert. Értékesítési gondokkal küszködik-e, vagy csak annyit termel, amit el is tud adni? Termelni, ez igaz, hogy tudnék többet is, de jelen pillanatban annyit termelek, amennyit tudok értékesíteni. Nagy gondok nincsenek, azért, mert egy olyan jó felvásárló klientúrát tudtam kialakítani, majdnem, hogy itthonról, főleg a zöldséget tudom értékesíteni. Már egy jó pár éve, 4-5 éve nem voltam piacon, itthonról felvásárolják, környező falvakból, Marosvásárhelyről jönnek ki, és nem kell a piacot minden nap látogatni. Hát akkor azt jelenti, hogy van minőség, és az emberek, ha egyszer megtapasztalják, hogy valami jót vettek, akkor oda általában vissza szoktak térni. Hát igen, régi klienseink is vannak, mert azt mondják, az a jó, aki visszatér, még a turizmusba is. Természetesen, hogy igyekszünk, hogy jó minőség legyen, mert most a mai világban ez a legfontosabb. Mennyire törekednek, mérnök úr, arra, hogy a helyi jellegzetes zöldségeket termesszék? Vannak zöldségkultúrák, aminél feltétlen termesztünk vetőmagot is, mint a paprikaféléknél, meg a paradicsomnál a régi hagyományos kerti paradicsomot, de lépést kell tartani a kór, magyarán mondva, és nagyon sok vetőmagot is vásárolunk, hibrid magokat, csak így tudunk piacon maradni. Azt mindenki szeretné, hogy hagyományos legyen, jó ízű legyen, de azt is szeretné, hogy napokig, hetekig az asztalon maradjon. Ebből kifolyólag csak az új fajtákkal, az új hibrid fajtákkal tudunk fennmaradni. Pályázatokban gondolkodik-e? Vannak most lehetőségek. Már gondolkodtunk pályázatokba, sajnos nem sikerült jelen pillanatig összehozni a dolgokat. Nagyon sok buktatója van, nagyon sok akadály van. Reméljük, hogy valami csak össze fog jönni. A közelmúltban nem sikerült, nagyon sok oka van ennek. Nálunk még Romániában gondok vannak, úgy az állatállománnyal, mint a földekkel. A földeket be kell rajzolni, tulajdon jó kell róla, az állatokról meg mindenféle igazolás. Tehát nagyon
nagyon nehéz pályázni, de mindent megteszünk ahhoz, hogy sikerülni fogjon a közeljövőbe. Ha öntől függne, hogy a gazdálkodók, a termelők milyen támogatásban részesüljenek, ön mire adna? Mire van a legnagyobb szükségük? Vagy hogyan kéne ezt a keveset is célirányosabban juttatni a gazdáknak? Ha olyan helyzetben lennék, hogy én kellene döntsek ahhoz, hogy ki kapjon és hogy kapjon támogatást, akkor mindenképpen egy egységes támogatást dolgoznék ki, ami abból áll, hogy a megművelt területekre, tehát ami szántó, arra egyfajta összeget, attól eltekintve, hogy mit termesztek benne, vagy hogyan termesztek benne, mindenki egyformán kapjon. Meg a pályázatoknál is nagyon gondok vannak, mert van, aki esetleg könnyebben hozzájut. Ugye most nem akarok én a korrupt virágról beszélni, végülis ez is lényeges, de azt, hogy mindenki egyformán és jogosan és könnyen, a bürokráciát letudva, könnyen férjen hozzá a támogatásokhoz, én ezt szeretném. Úgy az állatok után járó támogatáshoz, mint a földalapú támogatáshoz. Ugye egy olyan évet zártunk, a 2015-ös évet, amikor nem is tudjuk, hogy mennyit fognak adni a múlt évre, mikor fogják adni, egy nagy zűrzavar van. Ez nem hoz jót nekünk, a mezőgazdászoknak egyáltalán. Sosem fordult meg a fejében, hogy nem jó pályát választott? Igen, ez jó kérdés. Nem. Én éltem egy nagyon keveset a régi rendszerből is, ott is mezőgazdasággal foglalkoztam egy közeli községben, egy TSZ-nél. Én nagyon szerettem. Azt is tudom, hogy fejlődni kell. Jó ez a mezőgazdaság. Igaz, hogy igényes munkát követel, oda kell figyelni. Meggazdagodni lehet, hogy nem lehet belőle, de megélni meg tudunk. Szőcs Antal Backa madarasi kertészmérnököt kérdeztük, a folytatásban Gál Gabriella énekel. Halljátok, cigányok, valahogy ma oly jó kedvem van. Nótámat játszátok, mert a bassz szívem, lelkem van. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzá. A jóket sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzá. A jóket sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok. Rímás, tagadás, tele van a szívem nótával. Lelkembe belelás, gyere ide most a vonattal. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. Szívetekből, ahogyan csak tudjátok, cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok a szívetekből, ahogyan csak tudjátok, cigányok, barátok, de csuda jó kedvet csináltok. György István vagyok, Kápolnási Közbirtokosságnak az elnöke. Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság itt Kápolnásfaluban? Ezért 334 hektár erdőnk van, és ezért 220 hektár legelünk. Milyen az erdő? Tudnak belőle pénzt csinálni? Erdőhelyzetünk az elég rossz helyzetben van, mivel 95-ben volt egy nagy széltörés, ami lepadlóta az erdőnknek nagy részét. Felújuló állomány van, ültetni valunk van rengeteg. A legelőbb tudnak pénzt csinálni? Van valamilyen jövedelem belőle? Hát a legelőbb támogatás az fedezi az erdőgazdálkodásnak is nagy részét. Milyen gondokkal küzdködnek? Anyagi gondok vannak általában. Az erdőinkkel azzal folyamatosan gondok vannak, mert az ültetés, sallózás, az erdő karbantartáshoz rengeteg pénzbe kerül. A fatolvajokkal kell-e küzdködni? Hál' Istennek visszaszorult, tehát jó irányba haladunk ilyen téren. Azt sem mondom most, hogy 100%-ban visszaszorult, de hogy 98%-ban vissza van szorítva ilyen téren. A hírünk az sajnos rossz a környékbeliekkel, de gondolom, hogy még egy pár évvel azért helyre alakul ilyen szempontból is. Van, akivel
dolgozzon. Vannak társai, segítik a közbirtokosság elnökét, hogyha mondjuk olyan munkálat van, vagy olyan ötlet van, amit ki kell vitelezni? Vezető tanácsunk van, akivel együttműködünk, tagságból is. Ha egyébben nem egy jó szóval. Közmunkázni esetleg lehet, mondjuk mikor a legelőtt takarítják, vagy most már ez nem divat itt sem Kápolnásfaluban, hanem ezt oldják meg, ahogy tudják. Kettő éve megszűnt a közmunkázás, mivel a legelőről jött be pénz, ebből próbáltuk fedezni a dolgot, most már megszűnt a közmunkázás. György Istvánnal, a Kápolnásfalusi Közbirtokosság elnökével hallhattak interjút. A minőségi kolbász, bárminek is titulálják, gazdára talál. Egy jó ötlet és hozzá csipetnyi bátorság a titka egy sikeres vállalkozásnak. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Kós Éva énekelt. A következő percekben néhány szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Integrált növényvédelem. A zöldséges kertben a betakarítás előtti időszakban is kísérjük figyelemmel káposztaféléink fejlődését. Amennyiben a növényeken a bagolylepkék fiatal hernyóit látjuk, ismételten permetezzünk ellenük. Ha már nem tudjuk a szedés előtti 10 nap élelmezési egészségügyi várakozási időt betartani, a 7 nap várakozási idejű diazinon, kartabb hatóanyagú készítmények, vagy az ennél is rövidebb várakozási idejű piretroidok valamelyikét használjuk, vagy az 1 nap várakozási időt igénylő bacillus készítményt részesítsük előnyben. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a káposztafejek, karfiolrózsák hernyorágástól, ürüléktől mentesek legyenek, mert ezek a különböző tárolási betegségek fertőzésének is elősegítői. Az idős bagolylepkehernyók ellen nem érdemes vegyszert használnunk, ilyenkor így már nehezen pusztíthatók. A további kártételük megelőzésére célszerű a káposztafejekben, karfiolrózsákban táplálkozó hernyókat összegyűjteni, amely kis területen gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Permetezésre a bacillus készítményt használjuk. A paprika szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a különböző korokozókkal fertőzött, rothadó termést a töveken vagy a növénysorok között. Megsemmisítésükkel a még érőfélben levő károsodását előzzük meg. Ugyanilyen fontos a bagolylepkék, illetve a kukoricamoly hernyóit tartalmazó bogyók felismerése és megsemmisítése. A termés betakarítását követően a korokozók, a baktériumos levélfoltosság, a legyrothadás, a paradicsom bronzfoltosság, a fuzáriumos hervadás, a koletrotriumos bogyófoltosság, az alternáriás magházrothadás áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentésére semmisítsük meg a fertőzött növénymaradványokat. Komposztáljuk vagy ássuk el, de semmi esetre se hagyjuk a területen.
Még ősszel mélyen forgassuk át a talajt, ezt a munkát se hagyjuk tavaszra. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. Összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptóriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos feketefoltosság, a baktériumos rák és hervadás, a botritiszes betegség áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentése érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása. Ugyanezt a célt szolgálja a növénymaradványok összegyűjtése, szakszerű komposztálása, majd a terület még őszi felásása. Integrált növényvédelem. Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az olajba egy csipet sót vagy kevés megmosott burgonyahéjat teszünk, nem fröcsköl. Ha sajtot reszelünk, kenjük be használat előtt a reszelőt egy kevés olajjal, reszelni is, tisztítani is könnyebb. A nyersen lereszelt burgonya nem barnul meg, ha egy kanál aludttejet keverünk bele. A szikkadtkányeret apró kockára vágjuk, megszárítjuk és légmentesen zárható dobozban tároljuk, így levesbetétnek használható. A felbontott pezsgőből nem megy ki a szénsav, ha az üvegbe egy evőkanalat lógatunk bele. Akasztom a szegre, gyáva legény, kinek nincs szeretője. Gyáva legény, kinek kettősé, de három nincs. Nem is szép legény, kinek göndör haja nincs. Édes jó anyám, nem írok több levelet. Szilajcsikom, megrúgta a jobb kezem. Fájdalmasan kilátszik a csikó rugása. Sír a jó anyám, hallik az okogása. Fájdalmasan kilátszik a csikó rugása. Sír a jó anyám, hallik az okogása. Gékány Ferenc vagyok Gyuláról, a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületnek tiszteletbeli elnöke, valamint a Fehér Asztag Lovagrendnek a tagja vagyok. Magyarországon Kolbász királynak neveztek el, és koronáztak meg, éppen azért, mert én ezt a szakmát és a kolbászgyártást gyakorlatilag gyerekkorom óta művelem, csinálom, hisz édesapám is hentesmester volt, és én ebbe a szakmába, ebbe a kolbász szeretetbe születtem bele, és ezt nevelték belém. Akkor azt jelenti, hogy a sok ujjal nem tudnak szolgálni Feri bácsinak a kolbászgyártók? Hát mondhatnám így, de azért újak mindig vannak, hisz az élet nem áll meg, az mindig egy lépéssel halad előre, és mindig újabb és újabb dolgokkal ismerkedik meg az ember, de azért nagyon sok mindent tudok a kolbász készítésről, és nem csak a készítésről, hanem én szeretem is a kolbászt. Én minden reggel kolbászt teszek kolbásszal, csak egyetlen egyet nem szabad elfelejteni, melyikkel kell kezdeni. Én mindig a gyulai kolbásszal kezdem, és a csabai kolbásszal fejezem be, mert az ízharmónia így valósul meg az embernek az étkezésében. A mi kolbászunk mennyire ütel a magyarországi íztől? Hasonlít a magyarországi ízekhez az itteni kolbász, talán annyiba, hogy kevesebb paprikát használnak hozzá. Nálunk, főleg a Viharsarokba, Békés megyébe, ott sokkal, de sokkal több
paprikát használok, hisz a gyulai kolbász arról nevezetes, hogy a gyengédebb csemege paprikával készül, míg a csabai kolbász az a csípős, erős paprikával. És a csabai kolbász az mindig csípős kolbászt jelent, a gyulai kolbász pedig le csemegét. Az itteni kolbászokhoz legjobban a gyulai kolbász az, ami hasonlít. Van különbség a kettő között, de nagyon nagy hasonlóság is van. Melyiket tartja ön a legigazibb kolbásznak? Talán azt, ami tisztán sertéshúsból készül, és nem is akármilyen sertéshúsból, mert erre a valódi igazi kolbászkészítéshez a házi disznók feleltek meg a legjobban. 170-180-200 kiló közötti sertések, kicsit öregebb sertéseknek az alapanyaga húsa felel meg legjobban, mert ebben van a legkevesebb veszteség, és ez a legfinomabb erre a kolbász készítése. Ami a receptet, fűszereket illeti, úgy mondom, hogy ahány ház, annyi kolbász. Békés Csabán is, Gyulán is, meg mindenütt. Mindenkinek a saját kolbásza a legfinomabb, a legjobb, és ennek ellenére mégis van különbség, mind Gyulán készült, vagy Csabán készült, vagy Szent Miklóson készült, ez mind ide való kolbász, de mindegyik valamiben különbözik. A legfontosabb, amit ebbe el szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb fűszer a paprika. A csemege és a csípős paprika, főleg a házi készítésű, gyártású paprikák, ennek az aránya, hogy ki csípősebbet szeret, ki nem szeret annyira csípősebbet, ez mindig ízlés dolga. Ezen kívül a másik egyik fontos fűszere a bors, a köménymag, fokhagyma, és igazából kész is a kolbász. Mi a véleménye arról, hogy most az Unió rákkeltő készítménynek titulálta a kolbász, meg a sertés, húsból készült termékeket? Gondolom, hogy ez nem zavarja, továbbra is kolbászt kolbásszal eszik. Hát itt vagyok én az élő példa. Én gyerekkorom óta abban nőttem fel, és fogyasztottam kolbászt. 81 évet betöltöttem. Ha ez rákkeltő lenne, akkor én már réges-régen rákba elhúntam volna. Dékány Ferenc gyulai kolbász király válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Sorbán Enikő énekel. Thank you.
Sándor Kálmán vagyok, Homorodalmásról. 32 termékre kaptuk meg a Transzilvánia Autentika védjegyet, elég sok termék készül a gazdaságunkban. Mióta foglalkoznak sajtkészítéssel? A sajtkészítés az 5 éve történik, kényszervit rá, miután egy évi tejpénzünkkel tartozott a feldolgozó, akkor ugye azt mondtuk, hogy hát valamit kell kezdeni a tejjel, mert pályázataink vannak, beruházások voltak, banki hitelünk van, és azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ingyen valakinek odaadjuk a tejet. Így a Hargita megyei önkormányzat által szervezett képzésen vett részt a fiunk, ott tanulta meg a sajtkészítés alapjait, amelyeket ugye fejlesztett tovább különböző tanulmányutakon, és most ezeket a termékeket ő készíti. Mástól is felvásárolják a tejet, Homorodalmáson? Nem vásárolunk fel tejet mástól, csak a gazdaságban előállított tejet dolgozzuk fel. Ugye a fő termék az a hosszan érlelt tehénsajt, és ebben az esetben nagyon fontos, hogy a tej az jó minőségű és megfelelő tisztaságú legyen. A szarvasmarhállomány az jelen pillanatban 50 körüli, 22-24 fejős van általában egy szezonban. Ezeknek, valamint a 30 birkának a teje kerül feldolgozásra. Csak a család fejezte a sok állatot és készíti a sajtot, vagy vannak periódusok, amikor kell segítségre is appellálni? Segítség az mindig van, és mindig jól jön. Nyári időszakban 4 gazdatársunkkal vagyunk összetársulva, és közösen legeltetjük, közösen feljük az állatokat a legelő szélén létrehozott fejőházban. A család foglalkozik egyébként az egész termeléssel. Azt mondhatjuk, hogy 3 generáció dolgozik benne. A fiam, ugye említettem, hogy a sajtkészítő, én irányítom a gazdaságot. A feleségemmel együtt besegítünk az eladásba. A szüleim, ők a borjúnevelésnek a szakértői, anyósom pedig a fűszereket készíti elő, a füstölést, úgyhogy mindenkinek megvan a feladata a gazdaságban. Üzlethálózatokban is jelen vannak, vagy csak vásárokon és otthonról értékesítenek? Üzlethálózatban nem vagyunk jelen. Ugye egy üzletbe betenni egy terméket azt feltételezi, hogy folyamatosan és egy bizonyos mennyiség szükséges oda, mivel hogy a tejmennyiség behatárolja az előállított termékmennyiséget, ezért csak vásárokon vagyunk jelen. Van egy 1837-ben épült régi parasztházból kialakított agroturisztikai panziónk, ott is a vendégeken keresztül értékesítésre kerülnek ezek a termékek, és most már egyre több olyan vásárlónk, olyan fogyasztónk van, aki ha éppen valamelyik vásáron nem vagyunk ott, akkor kijön és helyből vásárol. Gondolom, hogy ameddig bírják, ezt nem adják fel. A mezőgazdaság és már egy ilyen szintű gazdaság, ahol mi is állunk, ugye, mert 91-ben a család visszakapott földjeivel kezdtük a gazdálkodást, tehát egy ilyen szint után már, most nem tudom, azt mondjam, hogy sajnos nem lehet visszalépni, csak előre lehet menni, mert az életünket tettük fel erre, és annak örülünk, hogy a fiunk is megtalálta ebben a gazdaságban a helyét, és így most már úgy érezzük, hogy kerek kezd lenni ez a tevékenység. A homorodalmási Sándor Kálmán sajtkészítővel és vállalkozásával ismerkedhettek meg az elmúlt 3,5 percben. Most Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel. Babám a fekete szél, te voltál az igazi szerető. Bocsásd meg, ha gondolom, valaha vétettem, eljön nekem babám rosszat segedkedtem. Bocsásd meg, ha gondolom, valaha vétettem, eljön nekem babám rosszat segedkedtem. Kinek forgott babám azt a néked forrom, hogy legyél szeretem. Négy sarkában, négy szál szagos rozva ringot. S őzetére babám, hogy annyi gyert vagyok. Négy sarkában, négy szál szagos rozva ringot.
Tamási Pál Katalin vagyok, Erdőszentgyörről. Egy érdekes foglalkozása van, szalmából készít képeket. Katalin mióta foglalkozik ilyesmivel? Lassan már 3 éve foglalkozom, ez a szalma iránti szeretetem, ez már gyermekkorom óta megvan. A nagyszüleimnél nőttem, a vakációkat ott töltöttem, és ők szalmafonással foglalkoztak. Bözödi származásúak, ugye Bözöd a szalmájáról híres, és így a nagyszüleim is ebből keresték a keresetüket. Így a szalmának a születésénél már ott voltam, a búza elvetésén, a gyomlálásnál és júliusban az aratásánál. Az almafa tövében, amikor kiszedték a kévéből a markokat, hát az is egy nagy élmény volt, ott a Bözödi nénike meg rokonok segítkeztek. Gyermekek számára egy különleges nap volt az, amikor a szalmát begyűjtötték. De hogy jött az ötlet, hogy a szalmaszálból képeket készítsen? Ezt látta valahol, vagy hogy én is ne kalapot kössek, meg lábas alávalót? Próbáljuk meg ezt. Én kislány koromban a szalmát is fontam. Ez az ötlet, egy képet láttam, és próbáljuk ki. Több kevés sikerrel nekifogtam, és már mondhatni, hogy profi képeket készítek. Általában a tájképeket kedveli, vagy portrékat, állatfigurákat, mert majdnem minden megjelenik ezeken a képeken. Tájképben az az egész, hogy egy picit nehéz elkészíteni, nehéz kihozni belőle a látványt. Állatokat, meg virágokat, csendéleteket, most az újabb termékeim ezek a hűtőmágnesek, amik érdekességek. Milyen alapanyagot kell használni? Számít az, hogy milyen a szalma? Sokat számít, igen. Hát 3 féle szalmából dolgozok. A zabszalmát is felhasználom, meg a búza és az alakor. Ezeknek is van, hogy a vége az fehér, a másik fele sötétebb. Ezt így össze kell kombinálni. Kik azok, akik érdeklődnek a képek iránt? A gyerekek azok a mágnesekért nagyon rajongnak, mert mágneseim inkább ilyen állatos motivumok vannak rajta. Még vannak székelyföldes motivumok, na még a mágnesekből azok fogyogatnak. Inkább az állatosok, úgy vettem észre, azok fogják meg a vásárlókat. Kijutott külföldre is ezekkel a termékekkel, ezekkel a képekkel, csak Magyarországra vagy tovább is? Budapesti Székelyfesztiválon voltam, az elsőn is, a másodikon is, és sikeres volt. Az elmúlt közel 3 percben Tamási Pál Katalin erdőszentgyörgyi szalmaképkészítővel beszélgettünk. Gyárfás Máriát Gyárfás Sándor és népi zenekara kíséri egy 1981-ben készült hangfelvételről. Thank you.
megszakítottam, szőke helyett barnát választottam. Láttam, hiszen le is szakítottam, szőke helyett barnát választottam. A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt kedvezményes ajánlata. Ma Heidrun Holzförster Metsz és a gyümölcsösben Lépésről lépésre című könyvét ismertetjük. A szépen gondozott gyümölcsös minden kerttulajdonos büszkesége, ennek kialakításához nagyon fontos a gyümölcsfák és cserjék szakszerű metszése. A könyv ehhez nyújt segítséget rengeteg javaslattal, ötlettel és gyakorlati tanáccsal. A megfelelő szerszámok kiválasztásától a hibák kijavításáig minden tudnivaló könnyen és gyorsan megtalálható benne. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol a szeptemberi könyvbarát kedvezmény keretében 10%-os kedvezménnyel kínálják a Babilon kiadó köteteit. A Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit 10 és 25%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg. Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Vízi József, Sepsije falvi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Nyárád Szent Lászlóról hallhatnak. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Víg Ágnes énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Háromszék együttes Enyed környéki táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.